Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac. Még mindig az anyagot kihívással szenvedünk, most már egy kicsit kezdem unni is. Főleg az előző anyának sikeres játékmenet után, ami még így sem sikerült. De nem baj, Basement XL. Semminél talán több, és még egy gyorsgép is van itt, ami szintén segíthet. Esetleg. Valamiben, valamihez. Valamilyen formában. Hát persze a kék szívekre gondolok nyilván. Amikben nem tudom mennyire fogok részesülni. Nem, van itt egy bolt is minden esetre. Na viszont ha nem bánjátok, én most hát a szívecskét megveszem ott. Ennyi. Gyorsan hozzáférhető volt. Gyorsan, kényelmesen, elegánsan. Mint ahogyan én általában mindig mindent csinálni szoktam. Haha. Már jó régen mondogatom ezeket a szót, elegánsan, kényelmesen, igényesen. Mikor volt még, amikor Half-Life 2 végigjátszást csináltam, ha jól emlékszem. Mindegy. Jó lenne egyszer megtudni végre azt is, hogy, hogy a különböző színek azok mit jelentenek a championoknál. Nagyobb sebzés, nagyobb életerő, meg ilyenek. Oh, Two of Diamonds. Ezt is meg kéne tanulni, mert abszolút nem tudom, melyik mit csinál. Azt hiszem talán szíveket ad a Two of Diamonds. Vagy nem tudom, logikusan az lenne, hogy pénzt. Mert a Diamond az gyémánt, ugye? Persze mi ezt a francia kártyában másképpen hívjuk, nagyszerű. Eddig tartott a szívkábé, amit megvettem. Mindegy. Egyelőre nem akarom megduplázni a pénzem. Az éppenséggel... Na, az ott egy nagy dűlalát lesz. Wow. Ez szép volt. Kéne ilyen achievement egyszer. Cancer. Mit is csinál az? Nem tudom, tényleg. Az umbilical cord, az már tudom, mit csinál. Az néha, hogy előhívja a Steve-et. Steven-t. Bocsánat, ivószínet. Miért elfelejtem. Szóval igen, azt csinálta azt, hogy... umbilical cord trinket. Mégpedig onnan jeleztem meg, hogy sokan kérdezgették, hogy a fenébe került egyszer egyik videóban mellém a semmiből Steve. És azóta bizony rájöttem, hogy a trinket miatt. Hát nyilván már nézők mondták. Mire mennék nélkületek, szoktam mondani. Mondjuk, ha nem is vagytok sokan. Na, az ott robbantsa fel. Na, most már mindegy. Van is egy szív akkor. Egyelőre nem érek vele, majd ha szükség lesz rá. Na, igen, erről beszéltem pontosan. Na. Bomba megint. Opa. I don't share your greed. The only card I need is the ace of spades. The ace of spades. Ezt mindig el fogom énekelni. I know I'm born to lose, but gambling is for... Nem. Nem bát, hanem end. I know I'm born to lose, and gambling is for fools, but that's the way I like it, baby, I don't wanna live forever. Oké, akkor azt a kártyát magammal fogom vinni. Two of Diamonds az... most csinált valamit egyáltalán? Pénzemből ugyanannyi van, bombából ugyanannyi van. Mit csinált Two of Diamonds? Ezt írjátok már meg. Egy kis koldus fiú. Nem kell. Ó, oh, király. Emperor. The Fool. Azt ott hagyjuk. Akkor. És én most igen, körbenézek mindenhol. Hát de várj, az a Two of Diamonds az nem csinált oda a sufasz, csak már szívemből sincsen több. Aztán van olyan kártya, amelyik a szívek számát növeli. És most nem a The Lovers-re gondolok, hanem itt a francia kártyák közül. Na mindegy. Dulkedés, hogy a Cancer ilyen meg jobban, hogy az Ace of Spades. Hát Ace of Spades az logikusan szerintem azt csinálja, hogy több nagyobb esélye kap a kártyákat a szobákban.
Vagy trinketet, mert a trinket is kártyaként van jelölve. Ami nem értem, hogy mi, nem értem, mi az oka. Ó, király, egy szív, vagy egy fél szív. És igen, szóltál be két emlegetni, hogy a zselékukat Arminál ott van fent az az életcsík mutató. De valójában az nem hiba, mert ha belegondoltok... Na, Judgment. Még egy ilyen kis source fel tudok robbantani. Oké, ezt elbasztam, igen, én hibám volt. Abban már csak egy pénzérme kéne. És akkor nyert ugyan lesz. Csak az a champion légy eltalál is nekem. Ó, királyság! Nem talált el. Akkor viszont megveszem azt a tablettás szart. Legalábbis jól tudom, akkor az a tablettás. Izé. Item. Úgy, szép gyorsan. The Moon, na akkor jött azt. Ó, jaj de jó! Jaj de jó, 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 jaj de jó. Nagyon jó. Akkor azért nézek már ide is. Jó alaposan. Igényesen bejárok mindent. Ó, király, mivel megírott kő is van. Így kezdőre kezdett, én nem vagyok halmazva mindenféle földi, jóval baszki. Még egy darab kulcsal is. Ugye ez még tovább is van. Ja, ott van, ott csak elmi van. Akkor szökjünk meg valahogy. Ja, hát így nem fogunk sajnos. Akkor Weiser kollega szavaival élve, hát sehogy. Nincs is több bombám. Hát nem igaz, és még az is eltalál. Eszem megáll. Nem tudom elkülni a lövéseket egyszerűen. Amúgy szerintem itt nem nagyon lehet taktikázni, mert előbb-utóbb úgyis le kell gyűnöd az összes fejecskét. Most több mindegy, hogy szétkurod az összes nagyobbat, vagy egyenként. Vagy akkor számolni kell, mert melyik a nagyobb, melyiket kell még lőni, melyik a kicsi, stb. És azért nem akarok veszülni. Na, dögölj meg. Kösz. Ez csak egy trollbombát kaptam érte. Akkor még egy szobát fel kell deríteni. De lényeg az, hogy jól jártunk alapvetően. És most igen, sokat fogok mászkálni, tudom már 8 perc itt vagyok. Végeztettem volna 3 perc alatt. De most így Northern Lion stílusában nyomom. Ő is így csinálja, hogy feldít mindent a boss előtt. Az majdnem mindent. Ah, azért a Castor Trinketet fel kéne venni, hát ha meg kéne próbálni, mit csinál. Na jó, ez nem volt értelmes magyar mondat, úgy értem, esetleg meg kéne próbálni, hogy mit csinál. A későbbiekben. Ezért kitapasztaljam magam is. Ne csak az ilyen evidensekről tudja mit csinál, mint a Bloody Penny. Meg a Bird Penny. Meg a Flat Penny. Na jó, a Flat Pennyről sem tudom mit csinál. Megmondom őszintén. Úgyhogy mindegy. Amúgy nem tartom pazarlásnak az sem igazán, hogy van egy aranykulcs, de azért egy igazit elhasználtam itt erre. Kinyissam. Igen, az volt a tablettás cuccos. Ó. Oh. Most még egy errorumba is be fog dobni a végén. Na jó, abba talán nem. Speed up nagyszerű. HP up még nagyszerűbb. Friends to the end. Még legnagyszerűbb. És akkor most éppen gyűjtögessük a... kék szíveket. Hát a gabok is. Ugye, mindannyian tudjuk, ki az a karakter, aki biztonságon kap. Ó, oh. Hát én már nem fogok. A strength-et még felhasználom. Aztán visszamegyek a Emperor-t és úgy állok majd tovább. Lehet, hogy nem itt kéne, de mindegy, igazából mi rosszabb lehetne. Gemini.
esetleg majd jön, vagy nem tudom. Itt Germanynál erősebbet nem igazán kaphatnék. Esetleg Femint. De nem igazán gondolom, hogy Femin erősebb lehet, mint Gemini. Ja igen, ezt írjátok meg, hogy ki az erősebb, Femin vagy Gemini? Ez érdekel. Szerintetek ki az erősebb kettőjük közül? Ez egy érdekes kérdés lenne különben. Jó, annyira boncolgat néppen nem nagyon lehet. Az biztos, hogy Gemini-nak a támadás mondja jól agresszívabb. Tekintettel ugye arra, hogy állandóan engem akar megközelíteni. Na, tessék, látjátok? Ezért fölösleges lett volna. Duke of Lies az messze nem erősebb, mint Gemini, vagy Femin. Ja, most azért mondtam konkrétan Femint, mert igaz, hogy ő egy gyengébb lovas, de mégiscsak a Apocalypse lovasainak az egyike. Herbringers. Játék hívja őket. Amúgy a legkisebb, amikor állnokoltad a Herbringereket, és akkor megjelent ez a kép, hogy sötéten, így gonoszan néznek az árnyékban a sötét alakjukkal. Ó, jaj de jó. Op! Dögölj meg az, aki oda rakta úgy. Na, még egy strength. Még egy speed up. Na jó, azt nem viszem magammal szerintem, annyira nem éri meg. Na, ez a megéri. Lord of the Pit. Egy régen használt. Egy már jó régen használt. Item. És ilyen kis szárnyas angyalaka lettem. Glóriával a fejem fölött. Na, Flat Penny. Na, kettő kockázatok ezt át is ugraljuk most szépen gyorsan. The Hollow. Azt mondja, így át is mondja a lövés ma tárgyakon, ugye? Nem. Anyád picsáját, azt hittem, hogy átmegy. Pont a Lord of the Pit-nek nem megy át, hát mi az Isten ez? Na mindegy, így jártam. Nem anyátokkal. Ah, esetem még úgy sérülés nélkül. Kétszer sem. Két ugyanabban a hibába baszki. Háromszor, jó van. Oké, ebből most volt elég. Jó van, csak gyorsan akarok már végezni, mert ezek csak kicsit erősebbek, mint Larry Junior. Sőt, szerintem nem is erősebbek, csak a mozgásukból adódóan. Komolyabb ellenfelek. Szerintem nekem nem, mert ki tudom kerülni akár, mert csak lőni nem tudok. Egyszerűen. Aj, sokáig fog tartani, baszki. Gyorsultak, jól látom? Jó, negyedszer is eltalálnak. Ojaj, csak óvatosan. Hát talán menni is fog a végén. De nem igaz, baszki. Jó, egy megvan. Ez milyen gyors lettem, baszki, ez durva. És egy tírszapot is kapok. Én vagyok Speedy González, baszki. Viszont a kettőhoz kettő csak nem úsztam meg, baszki. Pedig már remélni akartam. Hogy aztán nem kell megcsinálnom. Hogy aztán egy sima kész lesz. De nem. Nem szeretem a kettőkonszolt, sokszor szívtam már meg itt. Tulajdonképpen egyik alternatív szabát sem szeretem, mert nagyon kreatívak és szépek, de állandóan szívok bennük. És még ábrézen is nem tudom magam, mert már tele vagyok a szívekkel. Csak a kékeket vesztettem el, és azok meg ritkábbak, jóval. Még a sebességemet sem tudom előnyösen kihasználni, a kurva hát, nem igaz. Azt hiszem, ez egy csodálatos epizódja lesz. Hát reméljük, hogy nem. Akár, álljunk csak végül is, egy kellemes csodálatos is lehet, akár a végén belőle. Aztán a Flatpenny kulcsot ad, jó van. Meg Guppy's Tail. Van, úgy rohantam, hogy nem is láttam, mit veszek fel. Most már lassan lehet, hogy nem áll. Ó, pont a boltot. Emlegetett shop. Ezek viszont most
Ezekkel kiválóan el tudok most bánni, hála a sebességemnek. Picit is... Legkisebb bele is látszik annak, hogy... Ó, nagyszerű. Csak te hiányoztál ide, baszki. Aztán még ne utáljam a Catacombs-ot, mi? Egy rossz, hogy utálom, mert mondom kreatív meg. Itt jön a legtöbb újfajta ellenfél. Aminek mondjuk nem biztos, hogy örülnöm kéne. Inkább csak a változatosság miatt örülök neki. De ezek a szabák ezek a szintek állandóan megszivatnak. Nagyszerű, és még kabzsi is, bázd meg. Kétszer is! Szopjál ki, kabzsi. Steam szél. Na, legalább az így... Kárpótól valamennyire egy vigaszti. Nagyszerű. Láncreakció. Hát nem most. És most sem. Jó van. Ilyet nem szeretem már. Egyenként nem tudok kívülnöm láncreakció helyett, amikor ezek simán kinyírják egymást. Hát nem igaz. Falnak megyek, baszki. És szív is aldig van. Ráadásul. Előző pályán még tele voltam vele. Ment a... Basement. Basement X ellen. Mondjuk az azért basement. Persze itt sincs semmi. Na, azt el lehet felejteni ott. Csak hagyjuk majd a picsába ezt a szart. Aztán abban a nekropoliszt is fogadjunk. Hú, akkor leszek nagyon mérges. Mondjuk ezek is eléggé felbasznak. Bombák, az ott, geci, az mekkora lesz. Dankeschön. Bomba. Jó van. Szív. Ez kellett, mint egy szív kb. Ez a sebesség már kicsit a hátrányára fordult, mert nem tudok navigálni egyszerűen. Belerohanok minden szarba. Oda visszamegyek, hogy így hirtelen nagyobb sebzés dózis kapjon a löketet. Megéri. És én mindig nem vagyunk ott, hát eszem faszom megáll. Na. Talán sikerül az is a végén. Jó, ha már annyi pénzünk van is, akkor szerintem kicsit cigánykodjunk. Ha a nyerőgépnél. Hát így gyakorlatilag ezzel egyensúlyosságban, a szerzett pénzzel egyensúlyosságban még kulcsot is kapok. Ami amúgy most már nem szükséges, mert 7 kulcssal, hát bárki tudja, értitek. Skatolni meg nem kell. Ó, jó van. Azért próbált megér. Hát, ha a szívet. Mondom. 2 is. Jó van. Köszönöm. Másomány nincs szükségem. Oké, akkor ezt magammal viszem. Aztán valami kis életerű bónusztat, hogy jól emlékszem. De nem tudom. Jó, nagyszerű. Ők mondjuk egy kicsit hiányoztak. Őket aránylag kamazom. Csak amikor mondjuk 80 vannak egy rumba, akkor megszivatnak, értitek? Jó, még egy szív. Hát azért annyit megér, hogy bemenjek ide. Ó, Roid Rage. Na azért megérte. Azért nagyon megéri. Azért viszont megéri, az biztos. Végharcolni még ezt a szart. Persze kimenni nem lehet. Már most már azt fixelték. Kár. Ez egy aranyos kis bug volt pedig. Most belerohantam megint, majdnem láttátok? Abba is majd még belerohantam. Na jó, talán mégis beválik ez a sebesség. Ez egy jó dolog talán mégis a végén.
nem. Nem tudok navigálni egyszerűen, ekkora sebességen már. Need for speed. Oké, na csak megcsináltam. Jaj, nem, most meg ezek a buzernyákok. És egy olyan homokos pervers verzió, hogy most valami rám akar mozdulni állandóan. All the time. Hogy is fogalmaztuk meg statisztikából? Idődilatálisan? Nem tudom, hogyan volt ez. Ja, nem álltam én a tanulni is. Nem amúgy szoktam, csak... Most ezt nem emlékszem, még legelső oldáson hazott el. Mondjuk ennek nem álltam egy bomba. Lehet, hogy meg vagyok nélküle is éppen. A Gyugoflász 2 amúgy egész szimpatikus ellenfél. Hát elsősorban azért, mert nem egy overpowered valami. Mint a Mescofin fémi. Például a kokáért. Ne! A fene, tudtam, hogy ez lesz a vége, bazd meg. Tudtam. Mondjuk azért kicsit nehezebb több legyet köp ki, mint ha jól látom. Oké, akkor most nem. Úgyni. Hát így is beszorultam, hát nem igaz, bassza meg. Menj a pókolba. Aj, ó, HP up, nagyszerű. Ott is van még kint egy szív. Azt is felveszik valahogy. Úgy, és akkor tovább. Haj, tudtam, bazzne, tudtam, hogy nekropolisz lesz, most meg is kell állni egy pillanatra. Vagyok is. Nagyon mondjuk más miatt is megálltam, de ugyan kit érdekel, a lényeg az, hogy mérges vagyok miatta. Na, ez mondjuk egy jó kezdés. Na, ez már kevésbé. Na, majdnem belerohantam abba is. Nagyszerű, bazdnek. A két legutáltabb ellenfelem így összekombinálva. Szerintem mozgokat most jól kikerültem eddig. Eddig, igen. Pontosan. Bár a készségeimet éppen felhasználhatnám arra, hogy kicsit kibasszak velük. Na, ez időigényes lesz, azt kérzem előre. Vagy talán nem. Oké. Okay. Most már csak ez a kis buzi házi van, de beleértem még így is a gyorsaság miatt. Kétszer is. Ez már az, ami mondom, hogy már túl gyors. Már megint ezek, maszki. Lépnétek tűzbe. Úgyse fognak, attól tartok. Meg a tűz is harap, azt el is felejtettem, baszki. Na mindegy. Szabadtársam, nem most jött meg, mert akkor elég kellemetlen lesz. Hát ez nem úgy tűnik, szerencsére. Na, kisült, most megkapsz minden szart, amit csak magammal cipeltem. Na jó. Hát, ha te így viselkedsz, akkor magadra ves. Haj, nem áll. Ezeket hogy kurjam szét egyszerre, baszki? Ne jöjjön ki valami belőlük, úgy egyáltalán. Na, hát végül is egy sivilis alájának jól megúsztam. Egy bomba árás sajnos. Na? Jó, pénz. Nézzük meg itt mi van. Ó, sok bomba. Mondjuk ezekkel egy kis buzikán után be tudom vetni. Hogyha jó helyre tenném le egyáltalán. Na. Talán sikerülni is fog.
Úgy. Hajná, nagyszerű. Mondjuk jobbak, mint a vérzőnyakú társait. Na? Nem is talán mit mondani az egyszerűen, mesélni valamit most nincsen egyszerűen. Igen, ez az bazdmeg, basszatok még seggbe, igen bazdmeg. Utálla benneteket. Sebességem sem ér semmit. Ó, ez milyen? Ez egy nyelvtörőletes sejtpítőknek, baszki. Úgy? Még egy bomba. Hát nem mondom, hogy ez egy kurvára megérte volna, de ez van. Jégyni. Meg sem moccantak, láttátok? Olyan gyors vagyok, hogy nem is képesek még reagálni se. Olyan, ennek a kombinációnak nem örülök annyira. Pontosan ilyen megfontolások mentén. Eltelenár, hát lássuk meddig tart. Ó, slot. De legalább csak a sima bakker. Csak a sima. Megkurom az anyját is. Felapítom a családfáját és feladom tűzifának a cigányoknak. Jó van, eddig tartott. Erre nem gondoltam volna, csak gyorsan akartam végezni. Justice. And justice for all. Egyébként a justice for all az... Az utolsó három szava, azt hiszem valamilyen eskünek Amerikában, bíróknak, bírók esküje talán. Vagy valamilyen jogi jogterén dolgozó illetőknek, azt hiszem ügyvédeknek, vagy bíróknak így ilyen esküje. Ilyen hűséges, vagy nem tudom. Ennek az a szövegezeti lényege, hogy... Nem emlékszem, lényeg az, hogy... And justice for all azt jelenti, hogy és az igazságért mindenkinek. Vagy nem, és igazság mindenkinek, bocsánat. Az igazságért az for justice lenne, nem justice for. Igazság mindenkinek. És azt hiszem nagyon tudjuk, hogy... Ó, az szép volt! Egyrészt, másrészt pedig, hogy... Ezt nevet viseli Metallica 1998-as albuma is. Én az a vicces egyébként, hogy a album címét, tehát a címadó dal, bár nem hangzik el maga azt, hogy akkor Justice for All, amit kicsit hiányoltam. Na, hordozható nyerőgép. Azt amondó vagyok, hogy talán megéri. Talán. Minden egyes felszerelt pénzimet instant fel tudok használni. Ilyen hasznos célokra. Na, fej nélkül lovas és robbanó, ilyen robbanó szarság. Ó, oh. Oké. Okay. Az nem oké. Okay. Ez sem volt oké, de akkor már felhasználtam, ha megszereztem. Na. Az igen. Oké, az mit is csinál? Speed up. Jó, hát... Akkor... Tegyük a helyzetre szélsőségessé. És akkor még van itt egy szív valahol, ugye? Igen, úgyni. Na, ha nem is halk olyan rosszul, baszki. Talán pont a gold hús segít nekem, mert most így hirtelen elég sok szívet össze tudtam gyűjteni. Oké, okay, ezt totálisan megérte. Az már kevésbé. Kicsit játszunk. Na, még egy speed up tabletta. Ez nagyon veszélyes lesz így a végén. Egy félszív. Semmi. Egy félszív megint. Nagyszerű. És megint te, nagyszerű. Most megsoroztam, pedig előbb nagyon.
Csak nehéz, amikor máshol is ülnek rám közbe. Hát csak nem úsztam meg, jó van. Vagy ott van egy életerő csíkra is, nem is vettem észre. Előbb volt egyáltalán? Nem is figyeltem, mindegy. Jól állunk eddig, kifejezetten jól. Csak attól függ, ki lesz a boss. Mert hogyha most ez a maszka filmfilm lesz, akkor ilyen csikítva kirohannak a szobából, az biztos. Oké. Okay. Hát őt sem kamazom, őszintén megmondom. Nem tudom, vaginájára kell céloznom, lőlöm. És mérgező kulát tesz le. Nem mondom, is lehet pár embert, aki hasonlót tud produkálni. Nem csak veszélyességre is. De legalább semmi más nem, tehát... Nem kell például félni... A piros legyektől például, mint... Chadnél, vagy mint Chubnál a... Jaj, mi az? Azok a kis férgek, tudjátok, aminek Chub az apukája. Na látjátok, ezért mondom, mérgező a kulája, baszki. Egy olyan viszont nem írja le azt a 45 fokos pályát, amit leszokott elvileg, amikor meggyengül. Na, most már leírja. Akkor aztán nem is céloz rám. De biztos az, hogy egyébként meglepően jól el van találva, hogy Carrion királynő, mert ugye mondtam, a Super Meat Boy-ban volt a Carrion király, és valószínűleg ez a matriarchátusnak a vezetője, tehát a királynak a felesége. Mondjuk matriarchátusban nincs is király, csak királynő van szerintem. Nőuralmat jelent, ha jól tudom, matriarchátus. De demokrácia, népuralom. Ó, ez szép volt mondjuk. Csak az a rohadt mérgező kula ne jönne ki még itt is. Na, az ördög mit tud nekem most nyújtani? A nail? Az kell. És akkor nem is veszem meg a Beliál könyvét már. Az így már nem éri meg. Nagyszerű, milyen a Necropolis és még Curse of Darkness is. Az játék most nagyon kibaszik velem, ajaj. Hát és mi nem igaz, még itt is bementem, nem is vettem észre, hogy... Jaj! Oké, okay, igen, ez most megint az én hibám volt, igen. Na? Bugyini. Úristen, milyen baszott gyors vagyok, ez már ijesztő. Jó, igen, ez most megint az én hibám volt, és ott megint meg fogom szívni. Így. Azért fikásra lettek ezek összerakva, mégsem olyan könnyű kibaszni ezekkel. Mint velük, mikor már ilyen vannak. És elrepül bazza, amikor már robbantanék egyet. Nagyszerű, na mindegy. Itt már nincs is annyi szív sajnos elszorva, mint eddig volt. Nem tudom, most lehet, hogy kurva hangosan nyitjuk a billentyűket, mert nagyon próbálok célozni. HP-t. Ó, az nem árt mondjuk. Ó, király! Spirit of the Night! Lord of the Spirit meg Spirit of the Night. Az így már egy ütős kombináció. Csak találjam meg a mutert. Szerintem még a legyeken is hátlövök, nem? Jól látom, akkor azokon sajnos nem. Na, mert most így körbe-körbe fogok itt célozni. Valahogy így próbálom meg. Na, most már mindegy. Istenem, hát nem igaz, így fogok megdögleni már megint. A nél az kurva lassan töltődik újra, az a probléma. Kéne a betöri vagy valami. Hol már megint teszek, bakker? Megint belementem ott egy lövésbe majdnem.
Ó, milyen szépen beálltak így függőleges oszlopokba. Hát nem igaz, bazd meg, nem hiszem el. Nem hiszem el! Ájjjú, keci, az megint közel volt. Talán ki is nyílt volna szerintem. Mit hittem, nem az a baj, ó, nagyszerű, még egy HP up. Az is szép. Ó, nagyszerű, mintha nem lettek volna elég szarok a simák. Nem szopottak volna így is halálra. Most még a férges verziók is jönnek. Féreg gecik. Na? Úgy, nagyszerű. Él is megvan most már. Oké, ez már semmiség, hogyha időbe ki tudom iktatni őket. Rá kell vennem, hogy kinyírja az az egy robbantus a többit. Ha, ezt is rossz jelentettem le, bassza meg. Na jó, annyira nem mondjuk. Így. Oh, Eternal Heart. És pont de is van védve a kék szív által. Na, az úgy jó. Oké, oda nem megyünk, azt már tudjuk. Akkor van még egy irány, ahova mennem kéne. Csak jöjjön már az a kibaszott bassz. Lehet, hogy nem akarok szenvedni igazából a vonba is, majd egy lövés, egy halál, ugye? Hasonló szituációkkal, mint amit már többször is előkerült. Azt hiszem mondtam is a videó elején, hogy nem lesz talán túl szerencsés ez a végijátszás. Kelmetlen, de csalódás lesz. Csalódások epizódja lesz. Mondjuk a kezdet nem is volt olyan rossz. Mondjuk itt főleg a térkép hiánya szívott, nem is a szörnyek. Na jó, az egy kicsi csarkítás mondjuk. Ó, nagyszerű, megint az a spawner. Hoppa, neki is ment annak a tüskés szarna. Ja, itt már úgyis átlövök mindenen. Szív, úcs, bombát, azt ott vegyek fel, akinek két anyja van. Ó, nem is látnak, ja, bazd meg, nem igaz, de megijedtem. Azt hittem nem látnak. Csak ez szerint csak túl gyors voltam. Ez vicces volt mondjuk. És akkor erre nem voltam még, ugye? Na azt, hogy azért nevezem baszki. Nem hogy kinyírnák, hanem még itt körbelővik. Most sajnos nem engemet. Ennyi. Jó, ez aránylag kellemes volt így. Na jó, csak aránylag. Na, ott az nyírja ki mind a kettőt szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Halleluja. Halleluja. Szóval boltban pont most lesz a kapsi megint. Most nem fogom megkeresni a boltot, úgy sincs sok pénzem. De várjál, baszki, nem ártana, úgyis Steam Sale képesség megvan, el is felejtettem, amikor elherdáltam a pénzt ott a nyerőgéppel. De kár. Na nem, van, itt is vagyunk, úgyhogy már nem is fog most már shoppingolni. A bomba az most kéne mondjuk, hogy ezeket a szarokat egyszerre verjem szét, mert be vannak lassulva. Várjál, be vannak lassulva, akkor viszont itt lehet valamit csinálni. Simán. Erről beszéltem. Na, óvatosan. De kicsit azért elindulnak az én irányomba. Eternál hátra is ennyit kb. Baszki. Utána ezeket a legyeket is utálom. Meg minden profizíze vitte a kibaszást, az biztos. Nem is olyan könnyű ez a játék. Még gyakorlással sem nagyon úgy tűnik. Kaptam egy szívet. Haj, ne is kimentem a kurva szobából, nem igaz? De a szív... És már csak sem a fisztulákok, jó van. Talán az könnyebb lesz úgy.
Nekem a piercingerről kéne ezt a szellemes tarság helyett Ouija board. Mert a piercing shot át tudok lőni a... Nem. Kupicero. Bocsánat, a piercing shot az, amit tud. Hogy átmegy a lövés az ellenfeleken is. Mert itt kurva nem megy át, ha megfigyelitek. És már 40 percen járunk, és még csak most fogom kicsinálni mutert, hát nem igaz. Mindegy. Nail! Kurva jó. Ja, amúgy nem most kellett volna sajnos. Hát akkor gyorsabb vagyok, meg erősebb is talán. Na, sima muter. Egyszerűbben kéne mozogni, mondjuk. Valahogy így, igen. Rám, hogy ezt is úgy taposon egyet ide, mert az nem ártana, mondjuk. Úgy. Hát nem igaz, és pont ott basztál azt a rohadt követ. Édes jó istenem, bazd meg. Nem igaz, azt nem fogja soha eltaposni. Pedig nem fog kibaszni egy bombát, az biztos. Na? Eltaposta. És a kék szív, nagyszerű. Ezt is eltaposhatná, hogy igazán. Kész kijött, mire fel azt nem tudom. Tehát távolságot érzékel. Nagyszerű, követ egy buzernyák. Most már nem. De még mindig, hát azt is elbaszta. Mellé lépett. Talán mutált egyszer le fogom tudni győzni végre, bazd meg. Haj, még egy zombi is! Hogy az ajátokban képzeljétek ezt? Hogy fogom azt ott kicsinálni, még így, ja így, oké. Okay. Helyes. Ez eddig kifejezetten könnyűnek tűnik. Talán kis tapasztalatom érni is fog a végén valamit. Óvatosan, óvatosan, nem olyankor. És most tudnám ki a kezdet, amikor odaálltam, az... Oké, gyorsan beszélek. Nem tudok olyan gyorsan beszélni, hogy az események történnek. Úgy. Az engem meg se karcolt. De az a sülcsíket, hogy megfogom nyelni, és akkor miért... Nem. De. Itt is mellé lépett, hát nem igaz. Jó van. Most már mindegy. Oké, maradjon is így. És nem marad, bazd meg nem marad! Azt a buzelnyákat annyira utálom. Kis két buzelnyák is van már. Jó, most már kell a bomba. Az a gyönyörűen megbaszta a szemét. I fuck. Az, amilyen Apple szabadon menne inkább. Azt tudtam, hogy meg fogja csinálni. De megkockáztattam. Gyorsabb tempó érdekében. Úgyni. A buzelnyákra rálépett. Már csak utának kéne lépnie. Úgy, és csak akkor kicsinálom. Fú, hát az nehéz szülés volt, baszki. Iszok, erre innom is kell egyet. Tisztap és HP-up. Talán segíteni is fog valamit a végén. Uha, sotkötési idő. Akkor legyen egy one pixel, az nem ártana mondja, hogy gyorsabban végeznék, mehetnék már salabba picsába. Hogy tököltem itt el 44 percet? Most komolyan. A szabadtársa megjön, mire végre érek. És pont nem tudom befejezni, majd sehol van. Áj, de kár. Kár lenne mondjuk. De nem tudom, mikor jön. Talán 6-kor. Hát legalábbis remélem. Most komolyan, mi van már? Jó, megint városban jelent meg, tudom. De van be egy, nagyszerű, akkor már megint kettő lesz. De akár nincsen körsz. Végre egyszer baszki nincsen körsz. Ah, ne bekerít! Nem kerít. De azért megbaszott egy kicsit. Anyát is csak kicsit basszál meg, nem arról van szó, ne féljetek. Azt kinyírtam, nagyszerű. Azt nem. Így a tírszap anyja nem látszik, mert hogy őszintén eláruljam. Na, siker.
sikerkoronázott. Meg lesz ez. Champion, sok életedője van szerintem. Szívet adon a legalább. És nem szívet ad, baszki. Nem szívet ad! Oké, egy szem. Ilyen tempóval az már nem vészes ellenfél. Hát meg se tudok maccanni, baszki. Über brutál vagyok. Szerintem azért zöldcsíkot, mert aki egyszer, mert hasmenéses vagy, nem tudom. Most egyben ez a gondolat jutott eszembe. Hogy mérges, csíkot húz zöldet, és még kakil is. Tehát hasmenéses. És arra is van egy szív. Plusz szív, nagyszerű. Akkor már létállatot túl tudok élni. Ó, bassza meg. Már megint ezek. Csak most a vesolakások is így nehezítik a dolgomat. Na, szerencsére alapvetően nem egy olyan brutál ellenfelek. Ebből kéne egy nehezebb verzió, azaz pont, hogy nem kéne. Lehet, hogy elfért volna ebből egy még nehezebb verzió. Azt megnéztem volna, az milyen. Még ennél is gyorsabb, aztán kerüld el, ahogyan tudod. Jaj, te, ha már Vetov the Lamb is nézzen felek, akkor eszembe is jutott, hogy hát ha megkapom itt is a Daddy Long Legs-et bossnak. Hát amennyit szívtam eddig, baszki. Na, zselékukac. Zselékukac, testvérpáros. Hoppá, ez... Á, nem áll! Baszodjál meg! Jó, szerintem ezt már fel is adom itt hamarosan, mert most már nincs idegem ezt egyszerűen csinálni, baszki. Nem fog se kerülni. Akkor már nincsen zselém, akkor már szomorú. Azt ki nehezen összegyűjt a szíveket. Mindegy. Azért próbálkozni lehet. Mondtam, előző részben próbálkozni, nem csak a kutya szopott. A király, Nail, már megint. Ja, nem a pálya végén kéne. És a... Ah, király! Már úgyis pályáról beszéltünk. Halál. Jó, van, lehet, rosszabb is. Maradjunk annyiban. Hú, az egy szép találat volt, mondjuk. Beállhatnék ide is akár. Ja, ezek úgyis átmennek a sziklákon. Jó van. Sajnos. Hát bosszantani azt tudjuk esetre. Ez a homokkora képesség nem ér oda a súlfaszt sem. Aminek az előny az, hogy nála nem ér oda a súlfaszt sem, de hát ennyi nálam sem ér oda a súlfaszt sem. Nem teleportál, ugye? Nem teleportál, nagyszerű. Meg is tudtam kiülni egy picikét. Ajaj, mi ez a sok kasza így hirtelen? De kikerültem őket. Na, csak óvatosan. Ha, és még őket is odabaszod az orrom elá, nagyszerű. Csak ezért esett neki mindig a helyett, ennek a lova helyett. Várjátsz, Gastil, akkor most hogy láttam, hogy át tudok lőni a fején? Nem. Nem, mert csak a tárgyakon tudok. Na, a szobatásra szerintem most jött meg. Egyetlen a videó az nem marad el. Nem, mégsem jött meg. Hál' Istennek. Ez a buzifejű meghalt. Annyira koncentráltam a háttérben lévő hangokra, de nem is vettem észre, hogy kinyírtam a kaszáját. Vagyis a lovát. Na. Na mindegy. Siker! És egy mit baj. Legalábbis a Cube of Meat-na. Jó, van kettő, mondjuk egy kicsit rövid megnyugtat. Na, azok a buzifaszok már kevésbé. Az ezt így kombinálni nem volt szép dolog. Mert rohanni nem tudom, hogy belefutok a lövéseikbe.
Állni sem tudom, hogy tudok, mert a szemek kapnak el. Ezért minimum egy szíva jutalmam szerintem. Nekem jár. Aztán lehet, hogy nem jut, basz ki. Nem jut. Nem jut, basz meg. Szerintem ma temethetjük is. Azt, hogy sikerüljön sehol. Hát nem futok egy arcade roomba. Na? Csak sikerül, baszt. Úgyni. Aztán meglátjuk, hogyan fog sikerülni. Ó, nagyszerű. Nagyszerű, te hiányoszál, te dagadt húgyos állat. Húgyos Gabi! Ajaj. Katamori versus húgyos Gabi. Lehetne, hogy ez is a címe majd, alcíme az epizódon, de szerintem valami más lesz majd. Valamint sajnálom, hogy sikerülni fog, aztán tudok neki más nevet adni, mert most hirtelen ebben a videóban semmilyen nem hangzott el, ami érdekes lehet bármilyen szempontból. Csak taktikák esetleg. Bár az sem nagyon szerintem. Na, ne! Ó, bazd meg, nagyszerű, tudtam. Oké, ezt meg ki is léphetnék ennyi erőből. Nem fog sikerülni szerintem. Egy szívvel, és fél szívvel, baszki. Egy tehát és végem van. Hát még így is ugrik egyet. Ugrifüles kurva anyádat. Na, csak sikerült. Most ebben nem lesz rá be egy szív, akkor kilépek. Na jó, damage up. Az úgy mégiscsak megéri. Meg egy chest, amiben már van szív, baszki. Nagyszerű. Oké, ez így már valami est könnyebb lesz. Egy damage up nagyon el kell szerintem. Fékezve a sebességgel, hát így már azért talán mindjárt könnyebb is lesz. És nem mindjárt, de így egy idő után majd érzékelődni fog, hogy könnyebb. Csak tudjátok az a probléma, hogy akkora váltás van a womb és sehol között, hogy kevés szívvel sehol elég nehéz. Vagyis túl nagy kihívás. Ah, a szomorú hagyma, hát szóna Miku van, nagyszerű. Tears up. Mert egy ismeretlen tabletta. Speed down, mondjuk az most nem fog itt tartani. Na. Azt a rohadt életbe, egyet ki is nyírtam, és másodikat is majdnem. Úgyni, erről van szó. Sokkal nél, az most okosan átadódik a következő pályára. Na jó, nem, inkább spórolok vele. Nehezebb szobára tartogatom, úgy. Egy még ennél is nehezebbre, mert ez annyira nem volt eddig nehéz. Ezekhez közel kell menni, mert akkor köbik a gömböt, és azt még úgy ahogy ki lehet kerülni. Két kulcs, jó van, az sokat nem ér. Ne, köszönöm. Most megijedtem, hogy azt el fog találni valamelyik. Oké, hát annyira a damage up nem érzékelődik. Majd fog. Nem kell három órán keresztül rohamozni, hogy ilyen lefelé, hogy megdögöljön. Az nagyon magába láttatja, szerencsére. Mindig nincsen szív, baszki, jó van. Oké, mondom, ezekkel nem fog nagyon foglalkozni. Ennyi. Na, egy trinket. Anya gyöngye. Hagyjuk. Na, oké, itt már kellene fog. Igen, elnyeltetek fel, és fogtam nagyjából a lövést. Lehet, hogy itt Lisa jobban kellett volna, de most itt megszívtam volna elég csúnyán, hogyha nem. Ezt nálam fel. Jó, hagyjuk. Ez van. A sebességem ott még így is egy... Hát nem igaz, bazd meg.
A sebességem eltem, de még így is egy előny lesz szerintem. Csak látod, hogy tudom rohamozni nagyjából. Nem, elég keveset meg neki, azt képest, hogy hányat lőttem bele. Jaj. Szerencsé, kicsit eltévesztik. És ennél lesz mondani nehezebb, ugye a robbanó fajtájúak. Egyszerű monstro, igen, monstro, bazd meg, monstro. Jó, akkor most kicsit körözgetünk. Nem igaz, na. Ennek is kevesebb életelő kéne, mert egy kurva idegesítő, hogy soha nem döglik meg. Mindegy. Bo, majdnem elementem, úgyhogy csak kicsit meg is ijedtem. Na, sehol egy szívvel, az egy érdekes kérdés lesz. Sehol egyetlen egy ambar szívvel. Na, robbanjatok fel, légy szíves. Majdnem. Azt hiszem, legalább az egyik leri megdöglik. Ezért szerint csak egy... csak így rokkant nyugdíjas csináltam belőle, kb. Oh! Jó van. Mindegy. Majd legközelebb. Egy mindig majd legközelebb. 44. részén járunk, úgyhogy talán 50-re talán még sikerülni fog, csak még itt van vissza... Na, nem tudom beszélni, vissza van még ez a hülye purist is. Aminél egyre nem is fog kapni semmilyen kezdőképességet és semmilyen treasure roomot. Kurva jó lesz. Na mindegy. Sziasztok.